2013 óta szervez gyermekvédelmi konferenciát a Heves megyei gyermekvédelmi központ, hogy a szakemberek feltárják és megvitassák a legfontosabb problémákat. Az ötödik alkalommal megrendezett szakmai találkozón a gyermekvédelem és az oktatás kapcsolata került a középpontba. Ez nagyon-nagyon fontos téma, mivel a gyermekvédelembe bekerült gyermekeknek az esetében nagyon fontos, hogy a képességeiknek megfelelő iskolába járassuk őket, tulajdonképpen felkészítsük őket a majdani önálló életükre. Ballagó Zoltán a Klebersberg intézmény fenntartó központ EGRI tankerületének igazgatója a tankötelezettségről tartott előadást a résztvevőknek, beszédében rávilágított egy januári jogszabályváltozásra is. A 16. életév az maradt továbbra is, csupán annyi változás történt, hogy nem akkor szüntethető meg egy tanulónak a tankötelezettsége, amikor éppen betölti születésnapját követően a tankötelezettségi korra tárt az a 16. életévét, hanem mint régen volt, a tanítási év a tanulónak a végéig tart a tankötelezettsége. Ez azt gondolom, hogy sokkal inkább igazodik az élethez. Földi Györgyné a Pétervásárai Gyermekotthon vezetője a gyermekvédelmi szakellátásba bekerülők arányára és iskolázottságára hívta fel a figyelmet. A gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő gyerekek aránya mostanában igen magas, és azok közül is nagyon magas a 16-17 éves gyermekek, illetve azoknak a gyerekeknek a száma, akik tanköteles korúak ugyan, de nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. 16 évesen 5-6. Osztályba járnak. Nagyon nagy problémát okoz számunkra, hogy a továbbiakban hogyan, illetve már az is, hogy hogyan fogják teljesíteni a tankötelezettségüket. Az érdeklődők ezen kívül előadást hallhattak többek között az iskola lelkészi szolgálatról, valamint az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos gyámhatósági feladatokról is.